Az épületek felújítása után a település vezetőjének céljai közt szerepel a turizmus fejlesztése is. Mivel nagy az áthaladó forgalom, és nem sokára már bicikliút is átvezet majd a falun, ezért várhatóan megnövekszik majd a szálló vendégek száma is. Turizmusban én azt várom, és azt látom, már van egy panziónk, egy kialakított 6 szobás panziónk, látjuk, hogy jól működik, egyre jobban, sőt, van, hogy teltházzal fut, ha vadászat van, ha valami alkalom jön. Na most mi azt várjuk ettől, hogyha jönnek a kerékpárosok, jön egy turizmus, most már van egy csomó olyanunk, hogy borászat a faluba, sajtkészítő 2 is, horgolnak az asszonyok, mézet, méhészek vannak. És én azt látom, hogy ha én is elmegyek valahol kirándulni, azt szeretnék valamit venni. A sokféle helyi termék is sokat lendíthet majd a forgalmon. Valamint az ott élő fiatalok, ha felfedezik, hogy ezek jó lehetőségek, szívesebben maradnak ott és alapítanak családot a faluban, mondja a polgármester. Aki ezt megnyergeli, vagy rááll, az még plusz pénzt hozhat ide a faluba. És hogyha a pénz elkezd valahol dolgozni, az csak jó irányba vezethet. Én abba bízom. Na most, ha megnézzük, nekünk megvan az óvodánk fölújítva, játszótér van az óvodaudvarba, megvan az iskolánk fölújítva, az iskolaudvarba műfüves pályát építettünk. Az óvodához tudtunk építeni egy tornaszobát. A közmunkaprogram keretein belül 50 ember tudott elkezdeni újra dolgozni. Ezáltal a település szépíteni, fejleszteni. Rengeteg ötlet és nagy lelkesedés kíséri a település vezetőjének munkáját. További pályázatokat nyertek ezúttal a közutak felújítására is. Így a falu a környék legélhetőbb településeinek egyikévé vált.